Milyen ismeretekkel kell rendelkeznie egy fuvarozónak, hogyan készíti a süteményeket a cukrász, többek között ezeket tudhatták meg azok, akik kilátogattak a szakmák éjszakája elnevezésű rendezvényre. A tanárok akkor azt mondták, fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok tisztában legyenek a különböző szakmákkal és azok munkaerőpiaci értékével. A szakképzésben azonban jelentős változások lépnek életbe 2020 őszétől, hangzott el azon a fórumon, amit a Tolna megyében dolgozó tanároknak tartottak szakemberek. Itt az április elején elkészült szakképzési stratégiáról is szó volt. Hafiek Andrea, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője kiemelte, a szakképzési stratégiát az iparkamarák és a vállalatok bevonásával dolgozták ki 2 év alatt, reagálva a technológia és a munkaerőpiac változásaira. Ilyen változás például az, hogy bizonyos területeken robotok váltják ki az emberi munkát, sok munkafolyamat automatizáltá vált. Ami a legnagyobb változás lesz az elkövetkezendő időszakban, és már most is látszanak az előszelei és a nyomai, hogy megjelenik a robotizáció szinte mindenhol. Fülöpné Szűcs Mária, a pedagógusok szakszervezete Tolna megyei szervezetének elnöke, a fórumon annak a reményének adott hangot, hogy az új szakképzési stratégia hatékony lesz, és nem kell újra és újra változtatni azon, mert az követhetetlenné válik, és a diáknak nem szolgál előnyére. Lesz itt sok minden, ami érinti a szakképzés nevét, a beiskolázandó iskolák nevét. Érinti, merem remélni, hogy magát a tanulót, a tanulónak a lehetőségeit, az esélyeit. A szakképzési stratégia egyik fő eleme, hogy a szakgimnáziumi rendszert váltva visszaáll a már bevált 5 éves technikumi képzés, aminek zárásaként 4 közismereti tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni. Ezen felül szakmai vizsgát kell majd letenniük a diákoknak, ami emelt szintű érettséginek felel meg. Azaz a sikeres technikusi vizsga egyenes utat jelent a szakirányú felsőoktatásba. Ezen kívül megemelnék a szaktanárok bérét. A változások 2020 őszétől lépnének életbe.